Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Balatonfüred környékéről, a Kékkeresztúra útvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Balatonfüred környékén, a Kékkeresztúra útvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És én a továbbiabban arra felé fogok haladni ebből a sétával, tehát abba az irányba fogom folytatni az én kis sétámat, de még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom néktek, hogy konkrétan az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, ez következik most. És akkor egy kis körültekintés is egyúttal, ahogy látható ezen a felvételen, itt vagyok egy erdőben, ahol eléggé nagy köd van, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg köd van, hisz látható, egyértelműen, hogy köd van, itt Balatonfüred környékén. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat itt Balatonfüred környékén, most már a Kékkereszt túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiabban arra felé folytatom a sétámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már haladok is tovább ebben a sétával, itt Balatonfüred környékén, most már a Kékkereszt túraútvonalon, hiszen az ezt megelőző videómban rátértem erre a Kékkereszt túraútvonalra. A mai napon amúgy ez már a harmadik túraútvonal itt Balatonfüred környékén, amit én érintek, hiszen az ezt megelőző videóimat, ha megnézitek, akkor ott jól látható, hogy a mai napon már érintettem a Zöldsáv túraútvonalat, a Zöldkereszt túraútvonalat, és most itt vagyok már a Kékkereszt túraútvonalon, természetesen még mindig Balatonfüred környékén, és ez a mai napon mindvégig így lesz, hogy itt Balatonfüred környékén fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a Kékkereszt túraútvonalon. Amúgy a Koloskavölgy felé haladok, mert errefelé is megközelíthető a Koloskavölgy, mert ebből az irányból is megközelíthető a Koloskavölgy. Amúgy több irányból is megközelíthető a Koloskavölgy, rengeteg túraútvonal felől meg lehet közelíteni itt Balatonfüred környékén a Koloskavölgyet. Hát ugye a városból a legegyszerűbben úgy lehet megközelíteni a Koloskavölgyet, hogy rátérünk a Pirossáv túraútvonalra, és a Pirossáv túraútvonal tulajdonképpen érinti a Koloskavölgyet, sőt, keresztül is halad rajta hosszában a Pirossáv túraútvonal, ami egyébként a balatonfüredi hajóállomásról indul ki, de arra vigyázni kell, mert a balatonfüredi hajóállomásról két darab Pirossáv túraútvonal is indul ki. Az egyik ugye halad Balatonszőlős felé, a másik pedig halad erre a Koloskavölgy felé, illetve egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig. Tehát így lehet megközelíteni a Koloskavölgyet a legegyszerűbben Balatonfüred városából, tehát a Pirossáv túraútvonalon. De megközelíthető itt a
kék kereszt túraútvonalon is, ahol éppen most én haladok. És akkor haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Amúgy a táj az, most nem tudok sok mindent mutatni a tájból, hiszen eléggé ködös időnk van, tehát eléggé ködös párás időnk van, így hát most túl sok mindent nem tudok mutatni a tájból, csak ugye nagy vonalakba tudom megmutatni, mert azért a köd azért ez most rendesen közbeszól, ahogy látható ezen a felvételen, mert nem a hiba nem az ön készülékében van, meg nem is az én készülékemben, hanem konkrétan köd van, mert ez valójában köd, ami látható ezen a felvételen. Tehát köd van, lányok és fiúk, kedves nézőim, amikor ez a videó készült. Tehát a hiba nem az önök készülékében van, hanem köd van. És akkor szépen haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És itt szépen haladok befelé a erdőbe tulajdonképpen. Hát hol máshol is haladnánk, mint az erdőben, szokásomhoz híven. Hisz ugye rengeteg ilyen videó van a csatornámon, amikor ilyen erdős részeken túrázok. Sőt, a legtöbb videóm az valójából erről szól, hogy itt az erdőben túrázok különböző túraútvonalakon. Tehát a legtöbb videóm ez erről szól. Persze vannak olyan videók is, mint például a vonatos videók, ahol ugye vonatspottingok is láthatóak. Amúgy elég régen csináltam már vonatspotting videót, lehet, hogy időszerű lesz újra egy kicsit vonatspottingolni is a közeljövőben, mert elég régen készültek már vonatspotting videók, mert tényleg elég régen készültek már, talán még a nyáron, ha jól rémlik. Akkor készítettem utoljára vonatspotting videókat, lehet, hogy majd a közeljövőben megjelennek a vonatspotting videók is az én kis YouTube csatornámon, hiszen nagyon jól tudjátok, aki már régebb óta követi az én kis YouTube csatornámat, hogy az én YouTube csatornámon tulajdonképpen sétálós és vonatos videók találhatóak meg elsősorban, meg vannak egyéb más típusú videók is, de az tényleg baromi ritka. A legsűrűbb ugye az a sétálós videó, illetve a vonatos videó. És akkor szépen haladok tovább itt a kék keresztúra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok. Köszönöm szépen! És akkor itt van a kék kereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, amit mindjárt meg is mutatok néktek, hogy bizony-bizony én itt vagyok a kék kereszt túraútvonalon, hiszen itt látható maga a kék kereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, ahogy látható ezen a felvételen, és a további abban is természetesen ezen a kék kereszt túraútvonalon fogok haladni, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, ami a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Méghozzá én a további abban konkrétan arra felé fogok haladni, tartsatok velem. Amúgy erről a kék kereszt túraútvonalról azt kell tudni, itt Balatonfüred környékén, hogy ez elindul a Jókai kilátótól, és tart egészen a zöld kereszt túraútvonalig, illetve a zöld háromszög túraútvonalig, ami ugye levisz a Koloska völgybe. És akkor haladok tovább itt a kék kereszten, méghozzá itt balra kell majd kanyarodjak, tehát itt majd balra kell elkanyarodnom, ahogy látható a jelzés is mutatja, itt szemben, ezen a fenyőfán, hogy itt balra kell majd elkanyarodni, ahogy látható ezen a felvételen, tehát balra kell elkanyarodjak, és akkor haladok is tovább ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is méghozzá, arra felé haladok a továbbiakban, tehát arra felé folytatom az én kis sétámat, és akkor egy kis visszatekintés, tehát egy kis visszatekintés, hogy én honnan is jövök. Hát én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arra felé van Balatonfüred, illetve arra felé van a Tamás-hegy, és annak a tetején a Jókai kilátó.
Tehát arra felé van Balatonfüred, Tamáshegy, illetve a Tamáshegy tetején a Jókai kilátó is konkrétan arra felé van, amerről éppen érkezek, tehát onnan. És akkor én a további abban mutatom, hogy merre felé fogok haladni. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Én a továbbiakban arra felé haladok. Tartsatok velem. És akkor én már folytatom is tovább az én kis sétámat itt a Kék Kereszt túraútvonalon, Balatonfüred környékén. Erről a Kék Kereszt túraútvonalról konkrétan azt kell tudni, itt Balatonfüred környékén, hogy ez elindul a Jókai kilátótól, és tart egészen a Zöld Kereszt, illetve a Zöld Háromszög túraútvonalig. A Zöld Kereszt és a Zöld Háromszög túraútvonal is tulajdonképpen levisz a Koloskavölgybe, tehát a Koloskavölgy is megközelíthető ebből az irányból, ahonnan én is éppen közeledek. És akkor folytatom tovább az én kis sétámat ezen a bizonyos Kék Kereszt túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor haladok tovább. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Amúgy eléggé ködös párás időnk van, ahogy látható ezen a felvételen. De viszont a hőmérséklet az tök jó, tehát egyáltalán nincsen hideg, tehát a hőmérséklet az tök kellemes konkrétan, csak éppen ez a köd nem kéne, de hát ugye az időjárást azt nem én szabályozom, meg főleg nem mi emberek szabályozzunk, hanem ezt a természet szabályozza, méghozzá az anyatermészet természetesen. És akkor én haladok tovább itt a Kék Kereszten, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Amúgy tök jó ez a kis túraösvény, mert tényleg tök jó ez a kis túraösvény, pedig már több alkalommal is jártam itten, mert már rengetegszer jártam ezen a útvonalon, mert én már rengetegszer jártam itten. Még videón kívül is tulajdonképpen, na meg videóban is, mert vannak olyan videók a csatornámon természetesen, amikor ezen a Kék Kereszt túraútvonalon haladok, mert vannak olyan videók a csatornámon. Nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen! És akkor én haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat, illetve túrámat itt Balatonfüred környékén, a Kék Kereszt túraútvonalon. Amúgy tök szép ez az erdő, még így ősszel is, mert tényleg tök szép ez az erdő, ahogy látható ezen a felvételen, még így ősszel is szép ez az erdő, mert még ilyenkor is szép, még ebben a párás ködös időben is szép ez az erdő,
ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok is tovább, természetesen, még mindig a kék kereszt túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Milyen jó kis túraösvény ez itten. Hát tényleg egy baromi jó kis túraösvény ez, ahogy látható ezen a felvételen. Mert tényleg ez egy baromi jó kis túraösvény, mert tényleg baromi jó, tök jó járható, tök kényelmesen, semmi megerőltető nincs benne. És természetesen még mindig itt vagyok a kék kereszt túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Itt a színes őszi erdőben. Hát a levelek azért szépen lassacskán már jócskán le vannak hullva. Tehát már rengeteg levél már elhullott. Szinte már majd, hogy nem tök kopaszak a fák, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát majd, hogy nem már tök kopaszak a fák, kivéve természetesen a fenyőt, mert ugye a fenyő az örökzöld, a tűlevelű, ugye? Tehát a fenyő az ugye örökzöld, azt kivéve valójában már a fáknak a javarésze, illetve a bokrokisnak is a javarésze már elhulajtotta a levelét, majd tavasszal, majd természetesen újra fognak hajtani, amikor majd eljön a tavasz. Egy fél év múlva, mert egy fél év múlva lesz tavasz, konkrétan, mert tényleg egy fél év múlva lesz tavasz, de úgy rendesen. Hát addig ugye a fák is ugye pihenőre térnek, tehát elkezdődik ugye a téli vegetáció időszaka, tehát az kezdődik el tulajdonképpen a fák életében is, a téli vegetáció időszaka. És akkor én haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És kijöttünk ide egy jó nagy kocsi útra. És kijöttünk ide egy szép nagy kocsi útra, ahogy látható ezen a felvételen. Erdei kocsi útra. És természetesen még mindig a kék kereszten haladok, a továbbiakban is. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a kék kereszt túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén.
Amúgy nagyon szép ez az útvonal, tehát le a kalappal ez az útvonal előtt, mert tényleg szép. Még így is, hogy én már több alkalommal járok itten, még így is szép, mert tényleg már jó pár alkalommal járok itten, tehát már nem ez az első eset, hogy én itt sétálok, mert tényleg nem ez az első eset, de az útvonal ez szép minden évszakban tulajdonképpen, mert tényleg minden évszakban szép ez az útvonal, még ebben a ködös, nyírkos időben is szép ez az útvonal. Igaz, a látási viszonyok nem a legjobbak, mert tényleg nem a legjobbak a látási viszonyok, de viszont maga az útvonal így is csodálatos, tehát így is csodálatosan szép ez az útvonal, még ebben a ködös, párás időben is, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább, természetesen még mindig a kék kereszten, tehát természetesen még mindig a kék kereszt túraútvonalon haladok, aminek majd nem sokára majd a végéhez fogok érni, tehát nem sokára majd jön a vége ennek a kék kereszt túraútvonalnak, ahol bele fog torkolódni a zöld kereszt, illetve a zöld háromszög túraútvonalba, amely két túraútvonal levisz a Koloska völgybe tulajdonképpen, mert a zöld kereszt is, meg a zöld háromszög is tulajdonképpen levisz a Koloska völgybe. Hát ugye arról már beszéltem az előző videómban, hogy a Koloska völgy nagyon egyszerűen megközelíthető Balatonfüredről, a városból. Ugye a piros sáv túra útvonalat kell követni, és akkor az kivisz a Koloska völgybe, sőt, keresztül is halad hosszába a Koloska völgyön a piros sáv túra útvonal, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig a piros sáv túra útvonal, ami tulajdonképpen Balatonfüredről indul ki a hajóállomásról. De vigyázat, mert a hajóállomásról Balatonfüreden két darab piros sáv túraútvonal is indul ki. Az egyik az halad Balatonszőlős irányába, ugye azt jártam két héttel ezelőtt azt is bejártam, azt a piros sáv túraútvonalat, ami ugye Balatonfüredtől halad ugye Balatonszőlős irányába, illetve ott van a másik piros sáv túraútvonal, ami ugye végigmegy a Koloska völgyön, egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig, mert azt azért tudni kell, hogy itt Balatonfüred környékén kettő darab piros sáv túraútvonal van, és kettő darab zöld háromszög túraútvonal van, illetve három darab zöld kereszt túraútvonal van itt Balatonfüred környékén. Természetesen én ezeket már mind bejártam itt Balatonfüred környékén, mert természetesen már mindegyiket bejártam, és vannak is arról videók az én kis YouTube csatornámon. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És erről a kék kereszt túraútvonalról is van már videó a csatornámon. Tehát erről a kék kereszt túraútvonalról is van már videó a csatornámon, több is, mert több is van erről a kék kereszt túraútvonalról, csak éppen akkor más-más útvonalon haladtam, megközelítettem meg ezt a kék kereszt túraútvonalat, aminek nem sokára majd vége is lesz, mert nem sokára majd itt lesz a vége a kék kereszt túraútvonalnak, tehát nem sokára jön a vége tulajdonképpen a kék keresztnek, és ahol bele fog torkolódni a zöld kereszt túraútvonalba, illetve a zöld háromszög túraútvonalba, és a zöld kereszt is, meg a zöld háromszög is tulajdonképpen levisz a Koloska völgybe, ahol meg a tulajdonképpen maga a piros sáv túraútvonal halad. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És igen, lassacskán jön a vége a kék kereszt túraútvonalnak. Hát tényleg lassacskán jön a vége, ahol véget ér ez a kék kereszt túraútvonal.
hát pillanatokon belül oda is érkezek a végéhez, mert ez tényleg pillanatokon belül meg fog történni, hogy véget ér ez a kék keresztúra útvonal, és itt beletorkolódik a zöld keresztbe, illetve a zöld háromszögbe. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És valójában itt van vége ennek a bizonyos kék kereszt túraútvonalnak, tehát itt ér véget tulajdonképpen ez a kék kereszt túraútvonal, tehát itt ér véget ezen a helyszínen, tehát itt van vége a kék kereszt túraútvonalnak, arrafelé tovább a zöld kereszt halad, tehát abba az irányba tovább a zöld kereszt halad egészen a Koloska-völgyig, illetve ha egy kicsit itt előrébb jövök, mert egy kicsit ha előrébb jövök, akkor itt kezdődik a zöld háromszög túraútvonal is, és ugye a zöld kereszt az meg konkrétan arra felé halad, és az is tulajdonképpen a Koloska-völgybe visz le, éppen ugyanúgy, mint a zöld háromszög, vagy éppen a piros sáv túraútvonal, ugye ami Balatonfüredről indul el a hajóállomásról. És akkor én a továbbiabban haladok tovább arra előre felé, itt a zöld kereszten fogok haladni tovább, tehát szépen haladok tovább arra a zöld kereszt túraútvonalon, ami egyébként le fog vinni a Koloska-völgybe, és már a Koloska-völgyből szépen föl fogok mászni a harmadik zöld kereszt túraútvonalhoz, mert ahogy mondottam, ugye itt Balatonfüred környékén összesen három darab zöld kereszt túraútvonal van. Az egyik az volt, amit ugye már érintettem a ezt megelőző videómban, míg a másik zöld kereszt túraútvonal az pedig itt halad, egészen a Koloska-völgyig, illetve ha itt kijebb jövök, és ha eltekintek majd mindjárt balra, arra felé van amúgy a Sárkányik, tehát arra felé balra van a Sárkányik, tehát arra felé halad egészen a zöld kereszt a Koloska-völgyig, illetve ez a zöld kereszt túraútvonal abból az irányból érkezik, arra van a sárkályik, kinek hogy tetszik, de arra felé van a Sárkányik, onnan jön a zöld kereszt túraútvonal, itt szépen tesz egy kis kanyart, és halad tovább egészen a Koloska-völgyig, ez a bizonyos zöld kereszt túraútvonal. És erről is ugye már korábban én már készítettem külön videót az én kis csatornámra, tehát nézzétek meg a korábbi videókat is természetesen, és akkor fogjátok tudni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek, tehát hogyha megnézitek a korábban készült videóimat, mert ugye erről a zöld kereszt túraútvonalról én már korábban ugye készítettem videókat, nem is egy darabot, hanem több darabot is, legalábbis a legjobb tudomásom szerint több darab is van. És akkor, ahogy mondottam, ugye ez a kék, ez a zöld kereszt, ez ugye onnan érkezik, ugye arra van a Sárkányik, illetve itt nem messze halad a zöld sáv túraútvonal is, ami egészen tart Hidegkútig, tehát az is nem messze van innen, maga a zöld sáv túraútvonal, ami egyébként arra felé van, tehát ő abba az irányba van, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és ugye abba az irányba halad tovább a zöld kereszt túraútvonal, egészen le a Koloska-völgyig, ahol beletorkolódik a piros sáv túraútvonalba. És akkor egy kicsit visszább is jövök, tehát egy kicsit visszább tolatok, tehát szépen itt visszább fogok most tolatni, és ahogy mondottam, ugye itt ér véget a kék kereszt túraútvonal, tehát itt ér véget maga a kék kereszt túraútvonal, tehát ez a vége itt a kék kereszt túraútvonalnak, és itt tőlem jobbra, ha betekintek errefelé, tehát abba az irányba halad a zöld háromszög túraútvonal egészen a Koloska-völgyig, tehát a Koloska-völgy az innentről is megközelíthető a zöld háromszög túraútvonalon, méghozzá abba az irányba, mert abba az irányba van maga a Koloska-völgy, és arrafelé halad a zöld háromszög túraútvonal. Én pedig mutatom, hogy konkrétan honnan érkezek.
Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, ugye arrafelé halad ugye a kék kereszt, tehát arrafelé halad a kék kereszt túraútvonal egészen a Jókai kilátóig, illetve a Tamás hegy tetejéig. És közben jön itt egy motoros, akit el is engedek, mert itt jön egy motoros közben, cross motoros, akit én most szépen el is fogok engedni, mögöttem fog elhaladni. Tehát ugye abba az irányba van a Jókai kilátó, illetve arrafelé van a Tamás hegy, és itt kezdődik a kék keresztúra útvonal. Tehát arrafelé halad a kék keresztúra útvonal egészen a Jókai kilátóig, illetve a Tamás hegy tetejéig. Tehát arrafelé halad a kék kereszt, én ugye abból az irányból jövök, és itt rá is térek tulajdonképpen a zöld háromszög túra útvonalra, és a továbbiakban a zöld háromszög túra útvonalon fogok haladni arrafelé, a Koloska-völgy felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor egy kis körültekintés, tehát így néz ki a környezet. Itt ér véget ugye a kék keresztúra útvonal, arra tovább a zöld keresztúra útvonal halad, egészen a Koloska-völgyig, tehát arrafelé is meg lehet közelíteni a Koloska-völgyet, arra a zöld keresztúra útvonalon, illetve a Koloska-völgyet meg lehet közelíteni a zöld háromszög túra útvonalon is, ami konkrétan arrafelé halad. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen, és akkor én a továbbiabban arrafelé folytatom a sétámat, tartsatok velem, és akkor haladok is tovább, és tulajdonképpen rá is tértem a zöld háromszög túra útvonalra, hiszen konkrétan itt kezdődik a zöld háromszög túraútvonal, és tart egészen a Koloska-völgyig, ahol beletorkolódik a piros sáv túraútvonalba, amiről már ugye beszéltem ebben a videóban, meg már az ezt megelőző videókban is, beszéltem már arról a piros sáv túraútvonalról. Na de mivel hogy ez a videó már több mint fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem egy következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a zöld háromszög túraútvonalról. Sziasztok!